Kalocsára is ellátogatott ez a vándorkiállítás, melyet a Magyar Posta megalakulásának 150. évfordulója alkalmából hívtak életre. A kiállítás egy ma is használatban lévő postai kamionban kapott helyet, amely a legnagyobb jármű, melyet a posta használ. A jeles évforduló alkalmából a kamion május 4-én indult Budapestről a Posta Múzeum elő országjáró útjára, és minden olyan településre ellátogat, ahol 4. évszázada nyílt meg az első postahivatal. De többek közt nagyobb nyári fesztiválokra és az útjába első kisebb településeken is megáll. Májusban Észak-Magyarországon, júniusban pedig az Alföldön vendégeskedett a kiállítás. Városunkba pénteken érkezett a Posta Guruló Múzeuma, ahol interaktív módon mutatták be a Magyar Posta függetlenné válásának első évtizedeit, a posta egyesítését a távíróval és a távbeszélővel, illetve azt, hogyan alakult ki a századfordulóra a világ egyik legnagyobb posta szolgálata. Többek közt hatalmas mágnes táblán ki lehetett rakni az egyes postai dolgozók rajzát, bemutatásra kerültek a régi eszközök, és még azt is ki lehetett próbálni, kinek hogyan áll a kézbesítő kalap. De mindezek mellett régi bélyegzőket, távírót, antik és retro telefont, kürtöt és postaládát is láthatott az, aki felmerészkedett a kamionra. A régmúlt képei a falon kihelyezett tájékoztatókon elevenedtek meg, ahol a régi jelképeket, uniformisokat és járműveket is bemutatták. A hét folyamán Szekszárdon, Sükösdön, Vaskúton, Baján és Pakson lehet megtekinteni a kiállítást, amely októberben a Postai Világnap idejére érkezik vissza Budapestre, és zárul vele a Mozgó Múzeum 5 hónapos körútja.